éve még kis klubokban zenéltek, ma már azonban a legnagyobb csarnokokat is megtölti az ismerős arcok zenekar. A nemzeti dallamokat játszó együttes az 5. nagy lemezével rukkolt elő. Az énekes szövegíró Nyerges Attilával a kaposvári lemezbemutató koncert előtt beszélgettünk. Miben más ez az új lemez? Nyilván mindegyik ismerős arcok lemez más, de ez valóban tényleg más, ilyen még nem volt. Igen, hát ez egy úgynevezett koncepciólemez, amely azt jelenti, hogy 15 dal található a lemezen, ezt egy történetre fűztük föl, a történet pedig jelesül egy 60-as évek végén az ország határain kívül született magyar fiatalember első 40 évét tárgyalja és taglalja. Ennyiben volt ez más, mint az eddigi lemezeink. Ugye a szövegírással nekem mindig, vagy a szövegírásban nekem mindig az segít, hogy rendszerint a saját magam életéről írok, és ezért egyes szem első személyben tudok beszélni azokra a dolgokról, amelyekről szeretnék. Itt egy picikét más volt a helyzet, ugye, mert bár nagyon sok önéletrajzi elemet tartalmaz a lemez mondandója, ettől függetlenül egy csomó olyan dolgot kellett megírnom, ami nem feltétlenül az én életemmel kapcsolatos, bár azt is biztosan állíthatom, hogy itt a Kárpát-medencében szülessen bárhova az ember, olyan túl nagy különbségek nincsenek, azt hiszem, emberi sorsok és sorsok között. Ennek a fiatalembernek, vagy ennek a férfinek az életútjáról mit lehet tudni, mik a legfőbb szakaszai, és most ez, ő tényleg egy valós személy? Hát tulajdonképpen több ember történetéből, olyan történetekből, amelyekkel nap mint nap találkoztunk mi is, lehet összegyúrva egyetlen személy, tehát ha így vesszük a dolgot, akkor fiktív személyről beszélünk, de mondom, miután ezek mind valóban megtörtént események, és mind azokban az időkben történtek, amelyekben mi is éltünk, ezért mondhatjuk azt, hogy ez vagy önnel, vagy velem, vagy bárkivel történhetett, aki itt élt ez alatt a 40 év alatt nagyjából. Ez az ötlet, ez hogyan született egyébként? Úgy gondoltam, hogy ebben a 40 évben olyan túl sok véres esemény nem történt itt körülöttünk, és ezért a történelemkönyvek túl sokat nem is fognak erről az időszakról tárgyalni. Nekünk pedig ez az életünk, tehát jó lenne, hogyha valamilyen formában, valamilyen úton, módon nyomot tudnánk hagyni, valami emléket tudnánk állítani ennek az időszaknak. Az járt a fejemben, hogy valami olyasfajta mementóra gondolok, mint amire például Sára Sándor csinál a dokumentum filmében, hogy nem történészek magyarázzák meg az aktuális történéseket, amiről szó van, hanem az egyszerű nénike, bácsika, akivel megtörténtek a dolgok, meséli el ezt. És én azt gondolom, hogy ez százszor többet ér, mint hogyha tankönyvekből vagy lexikonokból próbálnánk utána járni dolgoknak, mert a személyes sorsokon keresztül bemutatott történelem sokkal inkább közel van az emberekhez, és sokkal inkább ráismernek a saját, vagy a rokonaik, vagy a nagyszüleik, szüleik életére. Ez egyébként tényleg így van, hogy ugye a történelemkönyvekben is gyakorlatilag szinte 56-ig tanuljuk a történteket, azt is már úgy, hogy érettségűt vagyunk, és hogy gyorsan, legalábbis az esetemben ez volt, hogy akkor nagyon gyorsan átlapoztuk, és utána pedig valóban nincsen. Akkor ez egy cél volt, hogy tényleg így módon ismerjék meg ezt az elmúlt 40 évet, amiben ugye a szocializmus azért eléggé benne van erőteljesen, és azért ezek a dolgok, akár hogy az ügynöküket nézzük, ezek nincsenek még a mai napig se feltárva, és nem is vagyunk vele tisztában, vagy nagyon sokan nincsenek vele tisztában, főleg a fiatalok. Ez így van, és csak a történelemkönyveket vesszük, azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy ahány történelemkönyv, annyiféle történelem létezik lassan, függően attól, hogy éppen milyen aktuális kormány regnál, vagy ki a felelős ezekért a könyvekért. Az elmondott emberi történetek viszont megtörténtek, és úgy hangoznak el, ahogy az valóban történt, és ezekkel nem nagyon lehet vitatkozni. A másik kérdés, amiről pedig beszélnünk kell, az valóban, hogy ez alatt nem mi vagyunk tán az a generáció, aki, ugye szokták emlegetni, hogy volt, létezett egy nagy generáció, volt egyszer valahogy egy nagy generáció. A 60-as évek végén fiatal korukat, fiatal felnőtt korukat élők szokták ezt mondani, vagy szokták róluk mondani a jobbik esetben. És ha pedig ilyen kategóriákat állítunk, hogy nagy generáció, legnagyobb generáció, akkor ez a mi generációnk, akik a 60-as évek végén születtünk, talán a legkisebb generáció, amely itt valaha létezett.
képzeljük csak el azt, hogy mikor 17-18 éves korában az ember elvégzi vagy a középiskoláit, és kikerül úgymond az életbe, hogy elkezdhetni azt, ami a dolga itt a világban, akkor mindenről kiderül, amit egész addig biztosnak gondolt, vagy tudott, hogy hazugság. Ilyen alappal elindítani egy életet nagyon-nagyon nehéz, nem biztos, hogy mindenkinek sikerült, és nem véletlen, hogy ennek a társadalmi rétegnek, vagy ennek a generációnak sokkal nehezebb a dolga, és meg kell mondjam, hogy nem is nagyon lehet rajta csodálkozni, hogy most itt tart a világ, ahol tart a világ, mert hazugságra nem lehet alapozni. Ugye már hátránnyal indult, amiatt, hogy határainkon túl született magyar emberként, tehát kisebbségi létre kényszerült. Úgyhogy én inkább ezzel a részével próbáltam foglalkozni az ő életének. Ugye ismerjük nagyjából az életutat, megszületik a gyerkőc szerető családban, átlagos körülmények között, éli a gyerekek gondtalan, vidám életét, de mégis van valami a levegőben, van valami furcsa, amitől ő nem örülhet úgy a dolgoknak, ahogy mások örülnek. A bánatok sokkal nagyobbak, mint másoknál, és ahogy cseperedik, ahogy növekszik, úgy tud meg egyre többet és többet a világról, a szülei, nagyszülei által, és aztán eljön az a pillanat, mikor felnőtt, fiatal felnőttként, a nagyapja halála után, úgy gondolja, hogy az álomvilág, amiről a nagyapa állandóan mesélt, amiről a szülők suttogva beszélnek, hogy van valahol egy ország, ahol úgy tudsz te is élni, ahogy mindenki más, hogy nem tesznek különbséget közted is az más emberek között, akkor úgy gondolja, hogy megkeresi ezt a világot, és megnézi, hogy valóban így van-e. És akkor, mikor ide érkezik, ugye az anyaországba, akkor megkapja a következő pofont, ahol is nem hogy szívesen fogadnák, testvérként fogadnák, ehelyett az épp aktuális ország, ahol született, legyen ez Románia, Szlovákia, vagy bármely elcsatolt rész, mostani tulajdonosa, magyarul nem találja meg azt a biztonságot, azt a szeretet, amire vágyik itt sem. És mikor már éppen tovább állna, mert ezt túl sokáig elviselni, nyelni, tűrni nem lehet, akkor tapasztalja meg azt, hogy bizony itt az anyaországba is érnek nagyon sokan elveszetten, elkeseredetten, és ő nekik a támaszt,
azok az országrészek, azok az emberek jelentik, akik a határok túl vannak, hiszen sokkal magyarabbak tudtak maradni, sokkal emberebbek tudtak maradni abban a szűkös kis környezetben, amiben lehetőségük volt. Tehát a lemez mondani valója tulajdonképpen ez, hogy határok ide vagy oda, a nemzet az egy, és egymás nélkül nem tudunk létezni. A haza mi magunk vagyunk. Nem kérni jöttem én, szólok csendesen. Én így csak magyarként, mint más is rendesen. Szolgának jó leszel, de sokat ne félsz. Túl büszke a szemed, és furcsán beszélsz. A határon túl, az túl messze van. Az legyen fontos, felünk mi van. A halott hős most már maradjon ott, talán még igaz sem volt. Gyere hát, barátod, szeresnek ott, nem baj, ha román vagy, vigyál még bort. Európában már bármi lehetsz, ha nem tetszik, el is mehetsz. Messze a hegyeken túl, a folyók oldalán, nagyapám álmaiban, nekem is volt hazám. Ettől is, ha tudod érzed, nem bírod már. Van elég hazánkat, mi a helyedbe vár. A határon túl, az túl messze van, az legyen fontos, felénk mi van. Halott hős most már maradjon volt, talán még igaz sem volt. Gyere hát, barátom, szeresdek ott, nem baj, ha szlovák vagy, igyál még bort. Európában már bármi lehetsz, ha nem tetszik, el is mehetsz. Hiába az új lemez, valami sosem változik. Az ismerős arcok, mint mindig, ezúttal is a 15 milliós magyar nemzet egységét hirdeti zenéjében. Nem kezdtünk el továbbra sem nyári slágereket írni. Amíg ezek a célok előttünk vannak, amíg ezek a dolgok nem valósulnak meg, amíg az a veszőparipám, amit állandóan hajtogatok, hogy amíg a fejekben nem lesz egységes ez a nép, ez a nemzet, addig én erről fogok beszélni, és erről próbálok hangot adni. És hogy látod, hogy sikerült már falakat lebontani? Én úgy látom, hogy nagyon sok minden, amiről 13 évvel ezelőtt elkezdtünk beszélni, megvalósult, ha nem is minden természetesen, de látva a zenekar köré gyűlő emberek egyre nagyobb tömegét, az egyformán való gondolkodásnak a teljesen egyértelmű jeleit, az kell, hogy gondoljam, hogy nem hiába való, amit teszünk. Hát ugye néhány évvel ezelőtt még mondjuk egy olyan 8 évvel ezelőtt kis pubokban zenéltetek, most pedig tavaly például itt Kaposváron a Kossuth téren. Ez milyen érzés, hogy közben így alakult, és tényleg láttátok, hogy erre igenis van igény, és hogy tényleg együtt tudtok gondolkodni, együtt tudtok érezni nagyon-nagyon sok emberrel. Ez csodálatos érzés, és ez ad nagyjából erőt azokban az időkben, amikor a zenekart mindenféle nem megérdemelt jelzővel illetik, vagy mikor próbálják agyon hallgatni, és az ember úgy érezné, hogy hiába való a munkája, akkor ez mindig ad valami fajta bizonyosságot, hogy nem biztos, hogy azokat a hangokat kell meghallanom, vagy azokra a hangokra kell figyelnem, hiszen ha lenézek a színpadról, akkor azt látom, hogy egyre többen vagyunk, és megint csak azt kell mondjam, egyformán tudunk gondolkodni, és ez nagyon fontos, nagyon jó érzés. Az mikor lesz, hogy mondjuk a rádiók is játsszák a dalaitokat? Erre nem tudok válaszolni. Elképzelhetőnek tartod, hogy hát lesz akkora nyomás, vagy lesz akkora erő mögöttetek, hogy hát nem tudom, hogy ez most érdek, hogy valakinek az érdeke, ebbe belemeltünk, hogy ne játsszák is, és ne terjedjen így módon, de hát ez látszik, hogy nehéz megállítani. Én úgy gondolom, hogy ha más nem, akkor előbb-utóbb az üzletet meglátják benne azok az emberek, akiknek ez a fontos. És hogyha ez az ára a dolognak, akkor én olyan nagyon nem siettetem, de nagyon fogok örülni neki, hogyha
hogyha az emberek úgy gondolják, hogy a rádió vezetői, vagy nem tudom, kik döntenek ezekről a dolgokról, azt gondolják, hogy ezért vagy azért az okért az ismerősarcok dalai is elhangozhatnak, mert minden más teljesen lényegtelen, a mondani való eljut az emberekhez, és ha ennek ez a forrás, vagy ez a módja, akkor legyen így. Az ismerős arcok nem csak a dalok mondani valóját, de a zenei sokszínűségét is megőrizte 5. nagylemezén. Erről és az írás szépségeiről is beszélt Nyerges Attila, aki nem csak énekli, de írja is a zenekar szövegeit. Erre a lemezre is jellemző az, hogy tényleg abszolút mindenféle stílus, hiszen ugye ti is azért különbözőek vagytok, valaki inkább jazz, blues, rock, ez ugyanúgy megmaradt? Igen, ez nem igen fog megváltozni szerintem. Nagyon sok mindenféle zenét hallgattunk, és nagyon sokféle zenét szeretünk, és ezeket szeretjük is játszani, mindegyikbe belekóstolni egy picikét, úgyhogy nem válogattunk, amit éppen a dal hangulata megkívánt, azt a műfajt mi elővettük, és megpróbáltuk a tudásunk szerint a lehető legjobban eljátszani. Ugye a szöveget azt te írod. Nyilván nem minden zenére tudsz szöveget írni. Ez mitől függ, meg kell, hogy fogjon a zenében valami? El kell, hogy indítson benned valamit? Igen, ilyen egyszerű a dolog. Vannak olyan dalok, amelyek kimaradnak egy-egy lemezről, és az pontosan ezért maradt ki, mert hogy ugyan próbálkozom bele, de hogyha az rájöttem a 20 éves zenélgetésem alatt, vagy szövegi írogatás alatt, hogy ami nem indít el azonnal bennem valamit, és nem jön gördülékenyen, könnyedén kivelőlem az, amit mondani szeretnék, akkor azzal nem érdemes foglalkoznom. És ilyenkor ezek a dalok rendszerint sajnos fiókba kerülnek, illetve az adott szerzők elpakolják őket későbbre, és aztán majd nem tudom, valami lesz belőle. Vagy bepróbálkoznak még egyszer? Olyan is előfordult, igen, átalakítva egyik-másik dallal egy következő lemezen volt ilyen. És bekerült? Félre mondom azt, hogy igen, mert én azt hiszem, hogy igen, de nem tudom megmondani, melyik volt az. De volt ilyen. Ugye túl vagytok most már a budapesti nagy lemez bemutató koncerten, és most ugye elindul a turné, a Kaposvár az első állomás. Mit vártok ettől, és egy picit arról, hogyha beszélni, hogy hogyan fog felépülni ez a mai lemez bemutató koncert? Hát feltétlenül azt szeretném, hogy minél többen lássák, minél többen jöjjenek el, ami a különlegessége, vagy úgymond, ami más, különbözik az egyéb koncertjeinktől, hogy itt most egy az egyben eljátsszuk a teljes lemezanyagot, úgy, ahogy az a lemezen elhangzott, ugyanabban a sorrendben, hiszen mondom, 15 dalban elmesélve ez egy olyan történet, aminek eleje és vége van, nem igen lehet összekutyulni a dolgot, illetve beleépíteni egyéb dalokat. És miután ezt megtettük, utána, hogyha van rá igény, már pedig szokott, utána még eljátszunk egy-két olyan dalt, amit a közönség szeret és szívesen hallgat. Az együttes zenei sokszínűsége idáig sem volt kérdéses, ám a rap ez idáig hiányzott a repertoárból. Funkadelének köszönhetően azonban ezt a műfajt is sikerült becsempészni az ismerős arcok új albumára. Én magyar gyerek vagyok, fejemben magyar minden emlék. Ahol apám született, ma egy másik ország része. Aki magyar tudja, ez nem mérhető pénzbe. Minden bánatom, ebbe a papírba itatom, ő meg részegen gyűrötten ordítja, veszed Trianon. A kaposvári lemezbemutatón a közös szerzeményt is megismerhette a közönség. Mindenhova sajnos nem tudjuk elvinni azt a teljes tábot, aki a lemezen dolgozott és segített megcsinálni. Például itt Kaposváron sem lesz sajnos itt a cimbalmos barátunk, vagy a csellista barátunk, illetve Fanka sem sajnos. Az ő hangja azonban, ha minden jól megy, ezt ma fogjuk először így megcsinálni, vagy kipróbálni. CD-ről velünk lesz, és mi élőben zenélünk az ő hangja alá, tehát egész érdekes dolog lesz, nem csináltunk még ilyet, remélem nem szaladunk neki a falnak. Yeah.
Az arcok és Fanka nem állt meg a közös dalnál, a Somogyi Repceföldön első klipjét is leforgatta a Nemzeti Zenekar. A videóklip az egy lépés, az egy nyitás. A Fanka Telivel készült, tegnap készült videóklip, és most meg is kérdezném, hogy végül is hogy sikerült a Repce táblában a forgatás. Hát hogy sikerült, ezt már két hét múlva látom meg körülbelül. Nagyon elfáradtunk, nagyon hosszú volt, és valóban most csináltunk először ilyet. Az igazság az, hogy ha nincs a Fanka meggyőző ereje, akkor mi nem valószínű, hogy klipet készítettünk volna továbbra sem, mert hogy úgy gondoltuk, hogy miután a dalainkat nem nagyon játsszák, a videoklipjénket szintúgy nem játszanák, hiszen alig-alig vannak zenei csatornák, amik foglalkoznak értékesnek mondható zenékkel, és én szeretném azt gondolni, hogy milyenk az. Az meg, hogy a dobozba vagy a fióknak gyártsunk és dobjunk egy halom pénzt, amit egyébként lehetne értelmesebb célokra is használni, ezt még nem akartuk reszkírozni. De a Fanka úgy gondolta, és igazat kell, hogy adjak neki, hogy az internet segítségével most már nem biztos, hogy rá vagyunk szorulva a televíziókra. És az internet nagyon sokat segített abban is, hogy az emberek halljanak rólunk. Egy ilyen fajta klip pedig talán rányit egy olyan rétegre, aki nem feltétlenül a koncerteket szereti hallgatni, ellenben érdeklődik a technika iránt, vagy a videoklippek iránt, vagy a film iránt, és ezért majd megnézi ezt a klippet, és mondom még egyszer, a legfontosabb az, hogy a szó eljusson a céljához, az emberekhez, és hogyha ilyen módon kell, akkor beleugrottunk és megcsináltuk. Mennyire hozhat új embereket a zenekar köré? Gondolok itt arra, hogy azért a gondolkodásmód egyértelműen azonos vagy hasonló Fanka Delivel, viszont lehet, hogy valaki hallgat Fanka Delit, ismerős arcokat, viszont nem. Mennyire szeretheti meg így vajon valaki a zenekart, aki mondjuk Fanka rajongó? Hát én úgy gondolom, hogy mind a két előadó, már ha lehet egy szemében beszélni az ismerős arcok zenekarról, mind a két előadó jót és értékeset produkál. Az, hogy ki mennyire nyitott és mennyire szereti a műfajok közti kalandozást, ez mindenkinek a maga dolga, de én azt kell, hogy észrevegyem, hogy 43 évesen soha életemben nem hallgattam repzenét, de aztán, ahogy elkezdtem hallgatni a Fanka dalait, és így, hogy értettem, hogy miről beszél, ráadásul technikailag is nagyon jól vannak megfogalmazva ezek a versek, vagy mondani való, azt vettem észre magamon, hogy szívesen hallgatom. És hogyha ez nekem 43 évesen sikerült, aki egész életemben tulajdonképpen rockzenét hallgattam, akkor miért sikerülhetne másnak is. Ugyanakkor pedig igen, van ilyen reményem is, hogy nagyon sokan, akik nem ismernek minket, vagy nem hallottak még rólunk, ám a Fankát, ugye egy másik generáció az, aki az ő zenéjét inkább hallgatja, nagyon sok fiatal van köztük. Bízom benne, hogy egy-két dologban tudunk újat mutatni, vagy újat mondani. És bár a videóklipre még várni kell, stábunk ott volt a forgatáskor, és betekinthetett a kulisszák mögé. Oltani is lehet, bűn elmenekülni még. Napokat támolod, közben üres a tányérod. Helyet is cseréltek, te és az árnyékod. A tükörbe ticsorgó szörnyet. Nem saját ötlet volt, azt kell, hogy mondjam, hanem Fankának a fejéből pattant ki a dolog. Ugye meg kellett, hogy lássuk, lassan 20 éve muzsikálunk különböző formációkban, 13 év az ismerős arcokkal. Nincs túl sok esélye, hogyha mi elkészítünk egy videoklipet, akkor az bármely tévé lejátszaná. Egyrészt kinőttünk abból a korból, hogy mondjuk a manapság zenecsatornának hívott gyermekcsatornában mi dalainkat játsszák, és megmondom őszintén, hogy felesleges pénzkidobásnak éreztük. Azonban itt az internet segítsége, ami valóban jól jöhet, másrészt ez a dolog, ez a fúzió Fanka Delivel szintén apropót adott ez a dologhoz, úgyhogy belevágtunk, és érdeklődéssel veszünk részt a munka folyamatában. A Fanka Delivel való közös munkáról mit lehet tudni, ez hogyan jött ez a kooperáció? Hát ez úgy történt, hogy mikor a zenekar az Egyesült Államokban járt, akkor az ott minket vendéglátók rendszeresen még egyik helyszínről a másikra szállítottak, vagy vittek minket, és mutatták a várost. Mindig a Ferinek a különböző lemezeit játszották, vagy hallgatták.
És én ott kaptam fel a fejemet egyrészt arra, hogy egy csomó dologról egyformán tudunk gondolkodni, alig ha nem. Másrészt pedig az a technika, amivel ő, az az igényesség, amivel ő a szövegeit megírja, az mindenképp egészen egyedi. És aztán, amit személyesen megismerkedtünk, akkor tulajdonképpen az első pillanattól kezdve arról beszéltünk, hogy egyszer jó volna együtt dolgozni, és az még akkor nem derült ki, vagy nem dölt el, hogy melyikünk, hogy mondjuk a mi dalunkba fog ő rappelni, vagy az ő egyik dalára fog mondjuk én énekelni valami refrént, de aztán mi voltunk a gyorsabbak, mi győztünk, és így ez az Ennyi című dal elkészült vele. Akkor ez a szövegírás hogyan nézett ki? A Feri megírta a saját részét, te pedig a sajátodat? Igen, az enyém volt kész hamarabb, annak a zenei alapját fölvettük, utána fölvettük azt az üres részt, ahol még akkor nem volt szöveg, és ezt küldtük el aztán neki, és tökéletesen megoldotta a feladatot. Ahogy Attila néhány interjújában már elmesélt, amikor Amerikában voltak, akkor ott a helyi vendéglátójuk egy fankötői lemez bömböltetett. Hát ki tudja, hogy legnagyobb örömükre az autójában, amikor jöttek, mentek ide-oda, és aztán Attilának, most ez így fura, hogy én mondom, de az ő elmondása alapján így megtetszett ez a dolog, és aztán odáig fajult egy-két év alatt a történet, hogy egymásban kabajodtunk, természetesen szigorúan heteroszexuálisan, és aztán elkészült ez a dal. Mennyire vagy elégedett a végeredményeid? Tehát a szövegírás az ugye hogy nézett ki? Tehát Attila megírta a saját szövegét, te és te is a saját? Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy körülbelül fél évig beszéltük róla, hogy majd ezen a héten küldi, majd ezen a héten, majd ezen a héten. Függetlenül attól, hogy Attilára az, de tényleg nem lehet azt mondani, hogy egy link alak, de valamiért így sose jött, és akkor egyszer küldte, és azt mondta, hogy Ferikém, mindjárt küldöm, ekkor volt körülbelül olyan 10 óra délután, és az estére már jó lenne, hogyha visszaküldenél valamit, úgyhogy úgyhogy pikáns volt a történet, de estére visszaküldtem neki valamit, és aztán azt mondta, hogy nagyon tetszik neki, úgyhogy úgy történt a dolog, hogy az én kis házi stúdiómban én felvettem az én részem, és úgy került el tulajdonképpen az ő stúdiózásukra, hogy így mondjam, és összeállt ott a dal. És akkor innentől hogyan jött a klip? És miért pont Kaposváron? Nagyon egyszerű mind a kettőre a válasz. Azért gondoltam, és először azért mondtam a Nándinak, hogy én gondolnék arra, hogy egy klippet készítsünk ehhez, mert hogy azért ez az ismerős arcok funkadeli dolog, ez minden álszerénységemet kukába dogva, az gondolom, hogy így a magyar zenei életbe azért, tehát ez úgy érzem, hogy ez azért mégis egy ilyen momentumnak mondható, és az Orbán testvérek, akik felelnek úgymond a klipért, ők egyrészt jó barátaim, és másrészt ugye az Újra Születtem című klip, ami egy ideje látható, azt ők készítették, és az volt az a képi világ, amire én azt mondtam, hogy ez nekem igen, továbbá őket is meggyőzte, úgyhogy itt kötöttünk ki Kaposváron. Kaposvárról azonban tovább menetel az ismerős arcok, a zenekar nem csak az anyaországban, de az elszakított nemzetrészeken is koncertezik, a mondani való azonban az egész Kárpát-medencében ugyanaz. Egy vérből valók vagyunk. Itt vagyok, hát nézd meg engem, az élet elején, Isten tegyen én. Legyek én, semmi közepén.